Németh Kálmán a székelyeket Bukovinából Bácskába, majd a mai Magyarország területére vezető józseffalvai plébános, aki világosan látta, hogy az 1920-ban Romániához csatolt Bukovinába a székelyeknek nincs jövőjük. 1941-ben a Jugoszláviától nem sokkal korábban visszafoglalt Bácskában telepítettek le 14 ezer bukovinai székelyt és 1000 moldvai csángót, akiknek 1944-ben ismét menekülniük kellett a szerb csapatok elől, és így érkeztek meg a mai területükre. Ráemlékeztek Pátaszéken. Egy biztos és élhető hazatérést itt az anyaországban köszönhetnek, és nem egy elfelejtést és elmúlást odakint Bukovinában. Azt gondolom, hogy mindenki, aki bukovinai székelységhez kötődik, mindenkinek kell legyen egy napja, egy órája, néhány perce, hogy meghajtsa a fejét dr. Németh Kálmán előtt. Nekünk bátaszékieknek könnyű helyzetünk van, hiszen az emléktábla az ő emlékét őrzi, de a hamvai is itt találhatóak a bátaszéki temetőben, kopjafa és kereszt jelzi. A bátaszéki székelyek különösen fontosnak tartják Németh Kálmán emlékének őrzését és tiszteletét, hangzott el a megemlékezésen. Azt vallják, nélküle ma a bukovinai székelység nem élne a településen. Amikor ő 32-ben Józsefalvára került, ugye az életrajzában is itt az eleve Peti említett, hogy nem volt se pap, se tanító, akkor ő ott sok mindent elkezdett, és nagyon szépen föld virágoztatta a falut, tehát az iskola már megvolt, akkor a gyerekeket ugye magyarul tanítatták, hogy ugye, mert magyarul nem nagyon lehetett beszélni. Akkor a templomot rendbe rakta, mert ilyen autodidakta módon még festő is volt. Akkor halastavat csináltatott, gyümölcsös kertet csináltatott, a tűzoltó egyletet megalakította, dalárdát alakított, tehát hogy lendületbe hozta a falut. És akkor azért is, hát ugye amikor a falu leégett, az megtörte a falut is, de viszont ő akkor megint a szervezőkészsége előjött, és akkor járt Magyarországon is, meg ugye akkor jöttek rá az erdélyi, meg a magyarok is, hogy ott hello haver, ott valakik Bukovinában vannak, akik ugyanúgy beszélnek, mint mi. De csak így megint, hogy mondjam, az ő által a középpontba kerültek megint a bukovinai székelyek, és akkor kezdődött el az, hogy haza kéne hozni őket. Ugye akkor már a kormányzati szinten is elkezdtek velük foglalkozni. Egy olyan ember volt, ezt kidobták az ajtón, visszament az ablakon, tehát nem hagyta magát, és nagy volt az ismeretségi köre is. Németh Kálmán emléktáblájánál koszorút helyezett el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, valamint Illés Tibor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is.